Molnár Anna matematika verseny után trianoni emlék az utókornak, horgászturizmus Tiszaroffon, kutyát mentettek az aknából. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. június 11-én 18 óra 5 perckor. A 20. Molnár Anna városi matematika versenyről a szervezőt, Lévainé Kovács Rózát a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Tehetségpont vezetőjét, intézményvezető helyettest kérdeztük. A 20 év alatt először nem személyes verseny keretében, hanem online módon került megrendezésre a verseny, melyen az iskola egykori tanárára, a 2003-ban elhunyt Molnár Anna tanárnőre emlékeztek. A 20. verseny nem csak azért volt más, mert két évtized, hanem a járványügyi helyzet miatt személyesen nem tudtuk vendégül látni a versenyzőket az ősz folyamán. Sokat gondolkoztam azon, hogy mi legyen, bátorításra neki fogtam egy online felületen megrendezett digitális versenyhez. Végül is 46 versenyző küzdötte le az akadályokat, 4 intézményből. Azt gondolom, hogy a körülményekhez képest szépen jól zajlott a verseny. Korábban évfolyamonként, iskolánként 2-2 versenyzőt hívtunk meg. Most erre a rendkívüli helyzetre való tekintettel 5-5 versenyzőt nevezhettek az iskolák, tehát többen kaptak lehetőséget, hogy megméretkőzzenek. Még volt egy érdekesség, ami talán a 20 év alatt nem fordult elő. Van egy vándorserlegünk, azaz iskola nyeri, aki legeredményesebb, tehát akinek a három versenyzője, legjobb három versenyzője legkevesebb pontot gyűjti legjobb helyezésekkel. Most 2 ilyen iskola is volt. Az egyik a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola, a másik pedig a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai tagintézménye. Molnár Anna 1954-től 1987-ig volt az iskola matematika-fizika szakos tanára, az akkor még Calvin 9-nek nevezett iskolában. Nemzedékeket neveltek két tantárgy szeretetére, számos tanítványa az ő példája nyomán választotta a pedagógus pályát. Mindig fontosnak tartotta a tehetségek felkarolását, messze menő türelemmel és kitartással foglalkozott tanítványaival. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az én matematika tanáromról is beszélünk. Annuska néni volt, aki akkor még Calvin út 9-es számú általános iskolának az induló matematika tagozatát vezette, és én ebbe az osztályba jártam. Hosszú éveken keresztül a rendezésben társam volt Antalóciné Balog Ágnes. Ő most versenyeztetett gyerekeket, ezért nem segített be, úgy, mint korábban, viszont annyit tudni kell, hogy ő is, mint Annuska néni tanítványa, neki Annuska néni osztályfőnöke is volt, ő is szorgalmazta, hogy csak rendezzük meg ezt a versenyt, díjakat is ajánlott föl saját maga által készített kézimunkákat, évek óta támogatja ő is a versenyt ilyen módon is. A díjátadón most könyvek helyett gondolkodtató, vagy az online versenyhez igazodva digitális kütyüket kaptak a helyezettek. Az ötödikeseknél első helyen Rimaszombati Máté végzett, a Kiskulcsosi tagintézmény tanulója. Őről annyit még, hogy a maximális pontszámhoz képest 2 pontot veszített, ezért ő kapott egy külön díjat egy számítógépes figurának a varrott mását kapta Antalóciné Ágitól. Puskázok. A hatodikosoknál a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola tanulója Kovács Miklós Kornél végzett az első helyen. Itt 3 vannak azonos pontszámmal, de mivel a feladatok nehézségében volt különbség, hogy ki miben hibázott, ezért lehetett őket rangsorolni.
hetedikeseknél szintén kiskulcsosi diák Kovács Máté szerepelt a legjobban. Rögtön azonos pontszámmal a második a Berekfürdői Verez Zoltán általános iskola diákja Kírják Nimród. Nyolcadikosoknál itt egyértelmű volt, azonos pontszámmal nem szerepeltek diákok. Kis Zalán szintén a Karcagi Nagykun Református általános iskola diákja végzett. Többen vannak olyanok, akik már évek óta versenyeznek, akik nyolcadikosok már nagy valószínűséggel negyedik éve megmérettették magukat. Berekfürdői Verez Zoltán általános iskolában Márta Lajos tanár úr a felkészítő, a Karcagi Nagykun Református általános iskolában hárman is voltak, Antalóciné Balog Ágnes, Tótné Szucsáki Hajnal Ildikó és Nagy Péter Tibor tanár úr. A kiskulcsosiaknál két felkészítőt kell kiemelni, Futóné Szabó Margit tanárnő és Dr. Király Józsefné, akiknek ügyesen is szerepeltek a diákjai. És a kovácsosoknál Töröcsikné Magyar Erika és Jávorkai Attila tanár úr voltak a felkészítők. Lévainé Kovács Róza köszöni a KIAMI rendszergazdájának, Berecki Zoltánnak az online verseny lebonyolításához nyújtott informatikai segítséget, Antalóciné Balog Ágnesnek, Annuska néni egykori tanítványának, hogy bátorította, támogatta a verseny megrendezésében. Kuruc Istvánnal Trianon kapcsán beszélgetünk egy közel 80 évvel ezelőtti előadásról. A 80 évvel ezelőtti eseményt Kuruc István idézte fel televíziónak. Ez onnan indult, hogy a budapesti vasassal ugye mentünk Párizsba edzőtáborba, és onnan mentünk Versailles-ba, és ugye én itthon elúságoltam, hogy a kis Trianon mindenképpen megnézem, mert érdekel, és mikor másodjára is mentünk, akkor apukám ide adott egy papírt, és elmesélte, ezen volt egy vers, és elmesélte nekem, hogy ők mikor fiatalok voltak. 1947-48-ról beszélek, akkor a Legény Egyletnél, ami most a szakképzési centrum előtte meg a könyvtár volt, és ott voltak, a fiatalok ott gyűltek össze, és előadták június 4-én ezt a verset azzal, hogy az egész színpadi háttér a régi Magyarország volt, benne az új Magyarország, és mikor elérkeztek ennek a megható versnek az utolsó mondatához, akkor a régi Magyarország és az új Magyarország közötti területet rövid zárlattal leégették. Ez nem kis tett volt abban az időben, mert ezért bizony még komoly dádá is lehetett volna, és én ezt megkaptam. Ezt öt testvére is játszott ebbe a szín csapatba, és megkaptam még a nagynénémtől is az egyedüli Kuruc lány, már nem egyedüli Kuruc lány, mert többen voltak testvérek, csak aki szintén szerepelt ebbe, nagyon kis aranyos kis szöveggel, hogy mivel tudja, hogy érdekel Trianon ezért ezt a verset, úgyhogy ő is nekem adta, mert neki is megvolt, és ezeket úgy őrizték, mint az erekét. Ez a vers Tábori Piroskának, egy erdélyi hölgynek a verse. Ez Tábori Piroskának, egy erdélyi hölgynek a verse, akit jelenlétében, távollétében ezért a verséért halálra is ítéltek. És sehol nem jutottam a nyomára, pedig megvan, hogy egy könyvnek a 256 vagy 257. oldalából való, nem jutottam a nyomára, de örülök neki, hogy ezt a verset én megkaptam. Én ezt már tanítom a kisunokámmal, ezt a verset, és bízom benne, hogy mit tudom én, jövőre ő már az iskolába ezt el is fogja szavalni, mert én úgy gondolom, hogy ezt illik továbbvinni. És ami még érdekessége, hogy ebbe a 47-48-as időszakba még a füzetborító lapok is Trianonról szóltak, felsorolva, hogy melyik országhoz mennyit csatoltak el, melyik országoknak a lelkén szárad ez a bűnös döntés, és hova, melyik országhoz mennyit, de az óvodásoktól, az iskolásoktól, a nehézipartól, a könnyűiparig, az erdőtől, a vasúthosszától, a bányákig, a gyárakig, mindenben benne egy füzetborító lapon. Ez is megvan nekem. A tradíciót az unokák is tovább őrzik, mesélte a családi történetet stábunknak Kuruc István. Tábori Piroska, imádság. Isten, hallod?
zúg a halálharang, temetés van, temetik a te néped, a négy folyót, a Szent Hármas hegyet, a lobogót, mely hős harcoktól tépett, a magyar álmot, hitet, erdőt, mezőt, a magyar múltat, a magyar jövőt, a magyar földet, a magyar eget. Isten, vagy-e, hogy ezt elnézheted? Nincs mennyköved, nincs viharod, virágzó, örök, erős karod, és nincs csoda, s erőtlen minden átok, s ti körben forgó lelketlen világok, hát nem tép belétek a vadfájdalom? Egy ország fekszik a ravatalon. Isten, most halt meg az én nemzetem. Nincs végtelenség olyan végtelen, hogy sikoltásunk reád ne találna. Hiába van eget kapuja zárva, betör rajta a vadfájdalom vihar. Az egész világ egy hatalmas ravatal, és minden élő, csak kísértő halott. Isten, lehet, hogy te így akarod? Vállaltad értünk kínját a halálnak, válságunkért megadtál minden árat, de ezt a kint te sem szenvedted át. Nem temettél egy széttépett hazát. Isten, mi most itt szent fogadást tettünk, hogy eltemetve holtan sem felejtünk. Csak írott malaszt lesz nekünk a jóság, a napok szörnyű, kínzó nagy adósság. Míg egyé nem lesz, mit széttépetett, s míg fel nem támad a temeldar nemzeted, addig mi irgalmat nem ismerünk. Pusztulás, átok réme jár velünk, hontalanul bolygók, halálos átka, és örök harcot hozunk a világra. Enyhülés nem hagy néma sikoltásunk, oltárodhoz bosszút esküdni járunk, megbocsájtást tőlünk senki ne várjon. Isten, hallod? A holtak szólnak hozzád. Ma halt meg 1000 éves Magyarország. Több mint 356 millió forintból fejlesztik a horgászturizmus Tiszaroffon. A belügyminisztériumi forrásnak köszönhetően európai színvonalú horgászturisztikai központ került átadásra a Tisza partján fekvő településen. A belügyminisztérium pályázatán elnyert gazdaságélénkítő program keretében megvásárolt új motorcsónakot és a most elkészült épületeket mutatja Vankóné Jekli Anikó polgármester Tiszaroffon. A településvezető szerint az elkészült projekt Tiszaroff fejlődését szolgálja és a horgászturisztikai szolgáltatások bővítését teszi lehetővé. Felújításra került két épület, és egy 398 négyzetméteres új épület került megépítésre. Egy súlyapályát építettünk a komplejárunknál. Teljes eszközbeszerzés valósult meg a beruházás keretében. Két gyönyörű csónak megvásárlásával kiegészülve. Réti Pál helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy a fejlesztés célja a gazdasági lehetőségek szélesítése, munkahelyek teremtése, az élhetőbb települési környezet megteremtése. Kiemelte, hogy Tiszaroff legfontosabb potenciája a Tisza közelsége, így a horgászturizmus fejlesztése. Az a típusú fejlesztés, ami most a kormányzati szinten megindult, ami vízügyi igazgatást is nyilvánvalóan fogja érinteni az elkövetkező időszakban a kerékpárutaknak a fenntartása és a vízi turizmus fejlesztése szempontjából. Én azt gondolom, hogy a térség foglalkoztatása szempontjából nagyon-nagyon előremutató. A Tiszató és térsége kormányzati támogatásoknak köszönhetően dinamikusan fejlődik. A cél az, hogy a horgászturizmus tovább erősödjön, és 2030-ra valamennyi magyarországi szabadvízi strand megújuljon és európai színvonalúvá váljon. Bundás, a jársági kutyus egy teljesen megtelt, nyitott szennyvízaknába esett, és saját erőből nem tudott kijönni. Szennyvízaknába esett egy kutya jászladányon. Az állat saját erejéből nem tudott kimászni, mondta televíziónknak a jászkíséri tűzoltóság parancsnoka. A jászkíséri önkormányzati tűzoltóság ügyeletére jelzés érkezett, miszerint jászladány településen egy szénültig telt szennyvízderítő aknába egy kutya beleesett. Tűzoltóegység megkezdte a helyszínre a vonulást, kiérkezéskor azt tapasztaltuk, hogy a kutyát sem látjuk. Füleltünk, csalogattuk, szólítgattuk, és akkor vettük észre, hogy a szennyvíz derítő szűk fedél nélküli nyílásán a kutya valóban benne van az aknában, beleesett a szennyvízbe, és az aknának az egyik szegeletében meghúzódott. A tűzoltók kézi szerszámok segítségével emelték ki a teljesen kifáradt négy lábút. Tűzoltó kollégáimmal kéziszerszámok, bontószerszámok segítségével megkezdtük a szennyvízakna oldalának, oldalfalának kibontását,
és így hozzá tudtunk férni a még életben lévő, de nagyon kimerült kutyushoz, és segítséget tudtunk nyújtani. A kimentése sikeres volt, életben maradt, nagyon le volt gyengülve, azonnal értesítettük a helyi gyepmestert, illetve az elérhető állatorvost az állat minél előbbi segítséghez jutása érdekében. A szomszédok megmutatták, hol esett bele a kutyus az aknába. Nagy nyűszörgés, vagy baba hang, vagy milyen, aztán ki szólok a Móninak, hogy érzek ilyen sikítozást, ilyen szenvedést. Ezt beszóltam neki, ő kijött, nem látott semmit, akkor elmentünk mi még a boltba az urammal. Jövök vissza, mondom az uramnak, jön ide vissza, már én értem, hogy ő a kutya még éhet itt errefele. Aztán ő meg látta, hogy kaparászik minden, aztán én úgy szóltam a Móninak, hogy hívják a Tizoltot. Bundást megvizsgálta az állatorvos, és időközben a gazdáját is sikerült megtalálni. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!